van velem Berec Bernadett, a Beli Buba Baba Hortozó iskola hordozási tanácsadója. Szép öreget kívánok, Isten hozta! Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Amikor próbáltam először felolvasni a nevét az iskolának, akkor valahogy a Gülbaba tűrbéje jutott eszembe, hogy ez a Rózsadombon egy... Igen. Hát nem éppen, ez egy muszlim sírhely, zarándokhely, kicsit más téma. Tudom, hogy 2018-ban vette át az iskolának a vezetését, úgyhogy itt a névnek a kitalálásában talán nem volt szerepe. Abban nem. Tudja, hogy honnan ered egyébként? Hogyne, persze, ez egy ősi magyar altatódal, Beli Buba Beli, igazából csak ezt a három szót ismétli, és egy nagyon szép dallama van. Itt a hordozási tanács, de még életemben nem találkoztam a tanár miatt is, mert én nem vagyok családos, de aztán amikor elolvastam, hogy mit is jelent pontosabban itt a hordozási tanácsadó, akkor elgondolkodtam, hogy fuha, hát igen, talán mostanában egyre gyakrabban látjuk, hogy hát itt problémás, hogy én azt szoktam mondani, hogy a babysitterkedés az egy nagyon hasznos tudomány, ugyanis kvázi rákészíti nem csak a nőket, de a férfiakat is. Hát igen, teljesen egyetértek. A maga családépítésre később hogyan is viszonyulnak a gyermekeikhez. De mit kell elképzelni, hogy miből is épül fel egy ilyen hordozási, tanácsadási képzés vagy kurzus? Ahogy említette, 2018-ban társammal, Fésűs Tolmácsi Petrával ketten vettük át az iskola vezetését, és évente 2-3 alkalommal tartunk képzést, ahol hordozási tanácsadókat képzünk, és egy hordozási tanácsadó, amikor a család felkéri, hogy segítsen a babájuk hordozásában, tud abban segíteni, hogy milyen hordozóeszközt válaszolnak. Én most ezzel a karikás kendővel jöttem, hogy jól látszódjon. Nem tudom, talán mondjuk el, hogy nem egy élő babáról beszélünk. Igen, Sanyik egy gyakorló baba, és a megszólalásig hasonlít egy igazi gyerekre, súlya is van, hogy teljesen, nem teljesen, de nagyon hasonló érzés, mint egy igazi gyereket megölelni, illetve hordozni. Szóval a tanácsadók abban tudnak segíteni, hogy milyen eszközt válaszol a család, hogy mi az, ami kényelmes nekik, mi az, ami az adott élethelyzetben megoldást jelent számukra, mi az, ami kézre esik, amit könnyen tudnak használni. Illetve a babáknak is lehetnek preferenciáik, hogyha esetleg nem rutinszerűen fejlődik a baba, akkor mi az, amire oda kell figyelnünk, hogy ha mozgásfejlődése eltér, mondjuk sokáig nem tartja a fejét, akkor hogyan tudják hordozni. De időre egészségesen született babáknak is, ugye tudjuk, hogy nagyon jó érzés, szülőknek is nagyon jó érzés, mi is nagyon szeretjük, és ami nem elhanyagolható, maradt két szabad kezünk. Nem fogom elfelejteni, amikor a első unoka a családban átköztem, és a legidősebb unoka között 7 év van, úgyhogy így nagyon emlékszem, hogy különösen megmaradt, hogy amikor lementem meglátogatni a tesóméket, akkor éppen a sógornőm olvasta a baba újságot, próbált felkészülni, hogy hát nyilván volt tapasztalata, de hogy de azért itt különösen talán az első gyereknél, ugye rengeteg hát félelem van, hogy valamit elrontunk valamire, igen, nem tudom, hogy akárhogy hogyan hordozzam. Ezt a fajta stresszt, amikor észreveszi, hogy így indulnak neki akár a baba várásnak, a 9 hónapnak a családok, akkor hogyan próbálja segíteni? Elsősorban meg szoktuk nyugtatni a szülőket, hogy a szülő nem árt a babájának, és hogy a babák nagyon jól vannak megteremtve, nagyon jól vannak összerakva, és jelzik a szükségleteiket, szólnak, hogyha valami nem kényelmes nekik, és a szülők nyugodtan rábízhatják magukat a belső megérzéseikre, és tehát megerősítjük a szülőket a kompetenciájukban, mert a szülők tudnak, szinte mindent tudnak a szülők, amire szükségük van, csak ugye hall az ember ilyet, olyat, egymásnak ellentmondó információkat olvasított, és akkor nagyon könnyű elbizonytalanodni, amikor amúgy is az ember ugye hormonális hullámvasúton ül. Igen. Sok új élmény éri. A hordozásnál ez már akkor a 9. tehát ez már 9 hónap alatt is akár adnak bizonyos tanácsokat? Nyilván akkor eszközöket úgy nehezen, vagy hát nem tudom, lehet, hogy egyébként pedig vannak. Igen, nagyon szeretjük, hogyha várandós párok keresnek meg minket, mert akkor még jobban lehet figyelni. Ugye baba még odabent van, nem sok vizet zavar. A várandóság harmadik trimeszterében általában már nyitottak a szülők arra, hogy a szülés utánra is esetleg egy kicsit gondoljanak, hogy lesz majd a gyermekágy, meg a gyermekágyon túl, hogy lesznek a mindennapjaik. És hát igen, azért is vannak ezek a gyakorló babák, vannak kisebbek, könnyebbek, amiket egy nagy várandós pocak fölé is tudunk kötni, és tudnak gyakorolni.
babákkal. És igen, szerintem egy nagyon bölcs előrelátása volt ez, tanúbizonyságot, hogy várandósok jönnek, és kiválasztják az eszközöket, hogy nekik melyik szimpatikus, ugye most már nagyon széles paletta áll rendelkezésre. És akkor van idő. Ugye, amikor már kibújt a kisbaba, akkor már ő is elfárad, neki is igényei vannak, megéhezik, tisztába kell tenni, stb. És jó, hogyha már egy előképpen rendelkeznek a szülők ilyenkor. A tudomány a 20. század körül nagyon-nagyon szóba került, nagyon nagy hangsúlyt kapott, ugye akár az apásszülés, de különböző más technikák, mennyire fontos lenne minél közelebb vinni a gyermekhez, minél nagyobb szerepet játszanak, minél több időt töltsenek vele. Valahogy a hordozásban ezt is látom, hogy nem csak az eszközökről beszélünk, hanem kicsit arról is ennek a fontosságáról, úgymond terápiás jellegéről. Abszolút, és nagyon örülök, hogy említi a terápiás jelleget, és igen, nagyon sok olyan helyzet van, amikor a hordozás nem csak a mindennapokat tudja megkönnyíteni, hanem bizonyos esetekben terápiás célokat is szolgálhat. Tehát akár, most nem tudom, mennyire látszik itt a babának a lába, hogy egy ilyen szép M alakban van. Tehát ez az a pozíció, amiben a legjobban fejlődik egy baba csípője. Tehát úgy helyezkedik el a csípőizület és a comcsont, hogy ez az, amire szüksége van egy babának. Amellett, hogyha valahol feszesség van a babában, mondjuk például, hogyha ezt a helyzetet elképzeljük, hogyha egy pici baba nem tud valamilyen nyaki feszesség vagy érzékenység miatt balra nézni, akkor nagyon óvatosan lehet neki segíteni, hogy ha én őt mindig erre az oldalra teszem, akkor őt érdekelni fogja a külvilág, amikor már ugye távolabbra is lát, és akkor saját maga tudja tornáztatni. Persze itt nagyon fokozatosan kell ebbe belevinni a babát, és a szülőnek nagyon kell figyelnie, hogy mikor van az, amikor elfáradt a baba, és már mondjuk sok ez neki, akkor természetesen pozíciót vált. És még számtalan más esetet tudok felsorolni, amikor terápia lehet maga a hordozás. Hogyha a koraszülött babákra gondolunk, ugye, akiknek tényleg rövidebb idő adatot meg oda benn az anyamében, őket veszük magunkhoz, így test közelbe, esetleg bőr-bőr kontaktusban, ami még sokkal jobb. És egy picit tudjuk azt a fájó hiányt enyhíteni, ami ugye babának is fáj, és a szülőnek is fáj, hogy rövidebb lett. Illetve, hogyha az aranyóra valamiért nem tud megvalósulni a kórházban, amikor megszületik a baba, azt is, nem mondom, hogy pótolni lehet, de hogy a fájdalmat lehet enyhíteni. Valahogy akkor nem csak, ezek szerint nem csak azon van itt a hangsúly, hogy akkor fizikálisan különböző testtartás hogyan fejlődik, hanem akkor itt az, hogy a babának a mentális fejlődésére, a kötődésre Abszolút. Hogyan hat? Abszolút, igen. Van egy nagyon hosszú távú vizsgálat. 9 évig követtek baba-mama párosokat, akiknél annyi volt a tanács, mikor megszületett a baba, hogy napi néhány órát hordozza a babát. Legyenek bőr-bőr kontaktusban. És még 9 év elteltével is ki lehetett mutatni a különbséget ezeknél a gyerekeknél, akik sokat voltak bőrkontaktusban, ahhoz képest, akiknek nem adtak ilyen tanácsot. Magasabb volt az intelligencia hányadosuk, jobb volt az anya-gyerek reciprocitás, tehát jobban értették egymást az anyák és a gyerekek. És ahogy mondta, mentálisan jobban fejlődnek. Érzem, intelligencia jobban fejlődik. Igen. A hordozásnál ugye itt különböző úgymond klubok is vannak, ugye van egyfajta kurzus, ezen a kurzuson bárki részt vehet egyébként? A hordozási tanácsadói képzésre, bocsánat, nem kurzus, képzésnek. Hívhatjuk kurzusnak is. Igen, szeretettel várunk mindenkit, és akinek nincsen saját tapasztalata a babája hordozásában, mert mondjuk még nem született gyermeke, vagy a gyerekeit nem hordozta annak idején, akkor nekik tartunk külön egy kis gyakorlati részt, ahol begyakorolhatják amit más ugye a mindennapokban gyakorolt be, és utána igen, egy 6 napos képzés keretében nagyon sok mindenre kitérünk, a tudományos alapoktól a gyakorlati trükkökig. És ezekben az úgynevezett, hát mondjuk azt, hogy baba-mama klubok, vagy csak babaklubok, mamaklubok, ugye itt van egy olyan, hogy tök mag hordozó klub. Igen. Akkor itt tanítják a különböző hordozási technikákat az anyukáknak. Igen, és beszélgetünk a hordozós helyzetekről. Ez egy sorstársi közösség, ugye hasonló élethelyzetben lévő anyák, és néha apák is jönnek, annak mindig nagyon örülünk. Gyerekek is egymással játszanak, tehát az ő szocializációjuk miatt is fontos ez. És igen, ilyenkor lehet próbálgatni a különböző hordozókat, megnézegetni, tapasztalatot cserélnek a szülők. Beszélgetünk a gyerekek alvásáról például, hogy kinek hogy nem alszik a gyereke, és hogy ezt
ez természetes, és ugyan nagyon nehéz, de ki kell bekelni. Amikor kicsit eleinte szkeptikusan kezdtem el olvasni, akkor észrevettem, hogy valami komolyabb, nem csak magyar dologról van szó. Az akkor volt, amikor észrevettem valami, hogy hordozási tanácsadók, nemzetközi gyűlése, konferenciái. Itt megosztják egymással a különböző tapasztalatokat, akár nemzetközi szinten. Van-e, hogy akár egy-egy országra tényleg egyfajta specifikusan, valamilyen különleges, egyéni hordozási technikával rukkolnák elő, akkor ezeket osztják meg? Vagy? Ezeket is, igen. Mindazt, amit mondott. Tehát nagyon sok tudományos kutatás van a témában. Én magam is kutatóbiológus vagyok, nekem is van az én... Az a téma, ami leginkább érdekel engem, ez a hordozás evolúciója, hogy hogyan befolyásolta a hordozás az evolúciót és visszafelé. Tehát tudományos szempontok, pszichológia, a fejlődésük a gyerekeknek, számos ilyen téma van. És amit mondott, az is igen nagyon érdekes. Tehát ugye Afrikában, ugye Afrika egy hatalmas kontinens, tehát még az is túlzás, hogy azt mondom, hogy Afrikában hogyan hordoznak, de mégis ugye ott van egy sajátos Afrikára jellemző hordozási tradíció, ugyanígy Ázsiában is ez egészen más, Dél-Amerikában, tehát hogy igen, van ennek egy ilyen antropológiai vonatkozása is, ami szintén nagyon érdekes. Akik esetleg érdeklődnek, hol tudnak kontaktba lépni nőkkel? Megtalálhatnak minket a www.belibuba.hu honlapunkon, illetve a Facebookon is van egy oldalunk, az Instagramon is megtalálhatnak, és országszerte vannak hordozási tanácsadóink, illetve még országhatárokon túl is, és hogyha valaki személyes tanácsadást szeretne, amikor csak rá és a babájára fókuszál a tanácsadó, akkor arra is van lehetőség. Berec Bernadettnek a Beli Buba Baba Hordozó Iskola hordozási tanácsadójának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is.